A történelmi zászlók bevonulását követően Klippánkat a diákpolgármester köszöntötte a március 15-i megemlékezés részvevőit Jászfényszarun. Nemzeti himnuszunk után helyi hagyomány szerint egy jászfényszarúi fiatal, ez alkalommal Kotán Csenge vegyészmérnök hallgató kapott lehetőséget, hogy ünnepi gondolatait megossza a résztvevőkkel. Egy csapat fiatal, Petőfi Sándor, Nyári Pál és Jókai Mór vezetésével márciusi ifjak néven a Pilvax kávéházból indulva magával sodorta Budán és Pesten az embereket, és történelmet írt. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek a napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Írta Petőfi Sándor visszaemlékezésében. A hazánk történelmét átalakító dicsőséges forradalmi napok eseményeinek felidézése mellett hozzátette, hogy büszkén emlékezhetünk arra a napra, amikor tízezrek álltak ki Magyarországon az elnyomással szemben a nemzet szabadságáért. Számomra március 15-e a gyönyörű népviseleteket, a néptáncot, népzenét, a nemzeti színeket, gyönyörű gondolatokat és a szabadságot jelenti. Be kell vallanom, hogy az elmúlt években nem volt olyan ünnepség, amit ne hatódtam volna meg, hiszen ezek az ünnepek lehetőséget teremtenek arra, hogy érezzük egy kisebb közösséghez, a szülővárosunkhoz, és az egész országban egyszerre zajló megemlékezések révén a nemzethez való tartozásunkat. Az ünnepi beszédet követően a megemlékezők, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok közösen helyezték el a tisztelet koszorúit a Petőfi szobor talapzatánál. A jászfényszarúiak közösen vonultak át a Petőfi Sándor művelődési házba, ahol Klippánkat a diákpolgármester, az Iglice hagyományőrző táncegyüttes csoportjai, valamint a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai közreműködésével mutatták be ünnepi műsorukat a város fiataljai.